Igazi futballünnepre készültek a szurkolók az Üllői úti Albert stadionban. A listavezető videóton az üldöző Ferencváros otthonában igyekezett újabb nagy lépést tenni története első bajnoki címe felé. A szenvedélyes hangulata játékosokat is magával ragadta. A világ egyik legjobb játékvezetőjének tartott Kassai Viktor két gyors sárgalappal igyekezett megfékezni az indulatokat. Az első félidő kulcsjelenete Balogh Zoltán kezezése volt, az FTC rutinos védője érthetetlen módon beleütött a labdába. A jogosan megítélt 11-est André Alves végezhette el, Ranilovic bravúrral hárított, a kipattanót azonban a brazil játékos már értékesítette. A Ferencváros néhány perccel később egyenlíthetett volna, de Skembri fejesénél a kapufa megmentette a videótont. És ahogy ilyenkor lenni szokott, a fehérváriak az ellentámadásból rögtön gólt szereztek. Vaskó megcsúsztatott labdáját Vasiljevics vágta a hazaiak hálójába. A rangadót a helyszínen kísérte figyelemmel Schmidt Pál köztársasági elnök is. Nem szurkolok egyiknek se, a Fradi és a videóton a futball ünnepét adjam most ma a nézőknek a televízióban is, itt is, és ezért jöttem ki elsősorban. Tiszteletemet szeretném kifejezni a millió futballszurkolónak és maguknak a játékosoknak. Szinte még el sem foglalták a helyüket a szurkolók a szünet után, amikor a videóton harmadszor is megrezgette a hazaiak hálóját, Andjics beadását követően lencselőtt közelről a kapuba. A vendégek elkapták a fonalat, a 62. percben az előbb gólpasszt adó Andjics nagyszerűen tekerte a jobb felső sarokba. A négy gólos hátrány érthetően padlóra küldte a Fradit, Bruckner László vezetőedző együttese mellett azonban a nehéz helyzetben is kitartott a nagyszerű közönsége. Az ötödik fehérvári gólt a közel 10 000-es hazai tábor sem akadályozhatta meg, Polonkai pazar mozdulattal emelt a kapuba. A hajrában Nikolic Nemánja újpesti méretű zakót szabhatott volna a Fradira, ám lövése a felső létszen csattant. Mezei György csapata 5-0-ás győzelmet aratott az Üllői úton, s immár 9 ponttal vezeti a tabellát a zöldfehérek előtt. Apró kis momentumokra jobban reagáltunk, mint a fradisták. Újra mondom, kicsit úgy látom, hogy túl nagy teher volt rajtuk. Nem jól jöttünk ki a mérkőzés fordulópontjából, ugye gondolok arra, hogy a 11-es volt, de Marko megfogta, egy kicsi szerencsénk lehetett volna. Azt követően ugye pedig egy szögletből kaptuk a gólt, az 2-0, innentől a Fehérvár ugye teljesen nyugodtan játszhatott, mi pedig mindenképpen szerettünk volna fordítani, és akkor kapunk egy olyan szabadrugás gólt, ami megint csak fegyelmezetlenség vagy figyelmetlenségből volt, az megpecsételte a sorsunkat véglegesen, úgyhogy innentől kezdve azt gondolom, hogy a Fehérvár már nagyon nagy önbizalommal játszott, mi meg azt a kevés önbizalmunkat elvesztettük, amit 2-0 után még a szünetben próbáltam a csapatba beleönteni. El vagyok keseredve, de összességében azt gondolom, hogy van innen előrelépés. Gyermekhibákat követtünk el mind az 5 gólnál, ezt most megbeszéltük, a mester elmondta, hogy eléggé gyermekhibákat követtünk el sajnos. Hát nagyon bánt ez a veresség duplán is, hiszen újra, amikor visszajönnek a szurkolók, és tényleg az lenne, hogy nyerjünk, sajnos megint belefutottunk abba a hibába, amit az ősztől is elkövettünk. Nekünk megvan egy szakmailag begyakorolt játékunk, mi ezt próbáltuk játszani. Mezei György azt mondta, hogy igazából a mentális dolgokon fog múlni az emberi hozzáálláson. Úgy gondolom, hogy a csapat ilyen szempontból is jelesre vizsgázott, és megérdemelt volt a sikerünk. Túlzónak mondanám, hogy eldőlt a dolog, de sokkal közelebb kerültünk a bajnoki címhez. Sem a világítás, sem pedig a csapatok nem melegedtek be az első félidőben, utóbbiak legalábbis a támadások terén. Valami hiba mindig csúszott a befejezésekbe. Még leginkább az átlövések jelentettek veszélyt, mint például Kanta Józsefé, de áttörést azok sem, így gól nélküli döntetlennel fordultak a csapatok. A szünet után a Győr egyértelműen átvette a játék irányítását, ám 18 lövéséből csak 5 talált kaput. Egyebek mellett Zsíparanát távolról, majd Koltai közelről tesztelte az MTK kapusát, Szatmárit, aki azonban kiállta a próbákat. A nyilván győzelemmel debütálni szándékozó Csertői Aurél az utolsó percekre 3-as cserével igyekezett felpörgetni a Győr játékát, de talán már későn. Idő nem maradt a váltásra, maradt ellenben egy reálisnak mondható, csak senkinek sem jó döntetlen. A fehérmezes haladás nem nagyon engedte be a játékba a vendég Pápa együttesét az első félidőben. Kenesei Krisztián kétszer is kis hián gólt rugatott, előbb majdnem egy pápai védővel, majd saját csapattársával, Orossal, de Szűcs Lajos mindkétszer a helyén volt, különösen a második esetnél. A 35. percben Kenesei már maga próbálkozott szabadrúgásból, Szűcs ebbe a lövésbe is beleért, de hárítani már nem tudott. Vezetett a haladás. Kenesei a második félidőben is közel állt a gólhoz, de végül céltévesztett a lövése. A Pápa nagy veszélyt nem jelentett a hazai kapu.
a szombathelyiek tavasszal még veretlenek, három idei meccsükből kettőt megnyertek, és szépen kapaszkodnak fel a tabellán. A Zalaegerszeg-Paks mérkőzés első fél idejében a kapufáké volt a főszerep. Mindkét csapat játékosai kétszer találták el, azonban csak az egyikből született gól. Először Barta beadásából Bogunovicson irányt változtatva ért kapufát a labda, majd Balázs lövése pattant a kapufáról mellé. A 26. percben Sipeki felső kapufás lövése pattant a gólvonalra, majd kifelé. A 39. percben viszont Horváth Lökete a kapufát érintve landolt a balsarokban. A második fél időben az igyekezetre nem lehetett panasz, amit az alig 20 perc alatt kiosztott 5 sárgalap is jelzett, de gól már nem esett. A ZTE 1-0-ás győzelmével a tabella harmadik helyére lépett. A fehérmezes Kaposvár egy szót sem szólhatott volna, a vendég Siófok 3 gólos vezetéshez jut a somogyi derbi első perceiben. Előbb Délceg rúgott kapufát, majd egy kényszerítőt követően Novák Alexis lövését védte nagy helyzetben Kovács kapus, de ez is kimaradt, mint ahogy utóbb Homma próbálkozása is, és még mindig csak a 4. percben jártunk. Szinte kötelező jelleggel érkezett a kaposvári gól az első helyzetből, Olá ütempasszát Perics helyezte a sarokba. Teljes fordulatot vett a mérkőzés, Perics lerántásáért 11-est is kapott a hazai csapat, Olá Lóránt pedig biztos lábbal megduplázta az előnyt. A szünet előtt aztán Katona Attila piros lapja állította teljes fokozatra a siófoki hideg zuhanyt. Ezt még a csapat orvosa sem bírta idegekkel, el is kellett hagynia a kispadot reklamálás miatt. Ezzel gyakorlatilag eldőlt minden fontos kérdés, a második félidőre már csak egy újabb kaposvári gól maradt. Pavlovics beadását követően Balázs Benyámin pofozta közelről a labdát a hálóba. A Siófok helyett tehát a Kaposvár nyert 3 góllal, és visszajött a tabella 4. helyére, a vendégek pedig immár 5 pontra vannak a nem kieső zónától. Bár a tabella alapján borítékolható, hogy a Szolnok az idény végén búcsúzik az élvonaltól, a sereghajtó tiszaparti együttes óriási erőket mozgósította a Kecskemét elleni találkozón. 20 perc játék után Remilit csak szabálytalanul tudta megállítani Ribánszki kapus, a megítélt büntetőt a sértett maga biztosan értékesítette, vezetést szerzett a Szolnok. Nem sokkal később ismét Remili ünnepelhetett, baloldali szabadrugásákba senki sem ért bele, a labda pedig a kecskeméti kapuban kötött ki. Az első fél óra végén szépíthettek volna a vendégek, Milicic lerántotta Foxit, Vujovic 11-esét azonban bravúrral védte Melnyicsenko. A folytatásban is nagy tempót diktált a Szolnok, az 58. percben mégis a kecskemétiek rezgették meg a hálót, Mol beadása után Tököli talált be a kapuba. Bár a hajrában még rohamoztak a vendégek, a találkozót 2-1-re a szolnokiak nyerték meg, idénybeli harmadik győzelmüket aratták. Hétközben Zdenek Sasni irányításával először győzött a Debrecen, amely a kiesés elől menekülő Honvéd ellen az újabb 3 pontért lépett pályára. Simas csúsztatásánál nem is állt messze a góltól, de a kispesti kapuba visszakerülő Kemenes bravúrral mentett Miadinoszki elől. Aztán a 21. percben Ivancsics szabadrugása után debreceni piszkált bele a labdába, és nem kis meglepetésre már is vezettek a vendégek. Majdnem egészen a szünetig, ám a 45. percben Kabátot Botis lerántotta a 16-os előtt, és a megítélt szabadrugást Cvitkovics a mozdulatlan Kemenes mellett magától értetődő egyszerűséggel rúgta a kapu bal oldalába. A folytatásra bejött Szalami, és ez a taktikai húzás fényesen bevált, mert a nigériai csatár 20 másodpercesen volt a pályán, amikor Cvitkovics szöglete után bebelsőzte a labdát. A túloldalon Hajdút ünnepelhette a honvédtábor. A csapat kapitánya 62. percben lőtt kapura egy kipattanóból. A lövésből alig ha lett volna gól, de Szakály hátsó felé megpattant a labda, pont a jobb alsó sarokba. 7 perccel később Szalami sem járt messze a góltól, nagyjából 10 centire. A létről levágódó fejesénél ennyi hiányzott, és mint kiderült, a Debrecennek is a győzelemhez maradt a 2-2. Az Újpest elleni győzelemmel ünnepelte a Vasas a klub fennállásának 100 éves évfordulóját, azonban igazából csak a sikernek, a játéknak már kevésbé örülhettek a szurkolók. A piros-kékek hamar döntésre vitték a dolgot, a 7. percben Gáspár még elügyetlenkedett egy helyzetet. Egy perccel később viszont már ünnepelt a publikum, a kilépő Rezes Balajca felett lőtt a kapuba, megszerezve a vezetést. A következő esemény Présinger kiállítása volt, a Vasas játékosa csúnyán letalpalta bőrt. A második félidőben az Újpest mindent megpróbáltam, nem sikerült az ember hátrányban lévő Vasas kapujába juttatni a labdát, így a piros-kékek otthon tartották a 3 pontot.